német nyelvű szentmise után felvonulással indították el az első alkalommal megrendezett német nemzetiségi napot Kakasdon. Szeptember 29-én ünneplik Szent Mihályt, templomuk védőszentjét, és ez adta az apropóját annak, hogy még szeptemberben tartsanak egy német nemzetiségi napot, hívjanak vendégül néhány számukra kedves kórust, és hozzanak létre egy egész napos programot. A nemzetiségi nappal szeretnének megemlékezni a török hódoltság után Kakas település újraélesztésében szerepet játszó német területről ide települt emberekről. Kakasdon 1700-as évektől találkozhatunk német családokkal, őket betelepítették, és nagy érvágás volt, hogy a II. Világháborút követően a német ajkú lakosság jelentős részét kitelepítették. Szerencsére ez a több száz év nem múlt el nyom nélkül, és itt maradt a kultúra, a hagyomány, a német identitás, és ma is fontos szerepet tölt be. A német egyesület, a német önkormányzat és a német kórus is jelentős szerepet vállal abban, hogy ez mind megőrzésre kerüljön, tehát Kakasdon van létjogosultsága, a gyökereinkhez tartozik. A német önkormányzattal, a kisebbségi egyesülettel és a német kórustagokkal is nagyon jó kapcsolatot ápol a település önkormányzata, mondta el Selné Simcsi Korsolya polgármesterasszony. Szeretnék, ha ez a nemzetiségi nap hagyománnyá válna, és minden évben ezen a napon az itt élő embereknek és az ide látogató érdeklődőknek tartalmas szórakozási és kapcsolatteremtési lehetőséget teremtsenek. Az embereknek ismerniük kell a múltjukat, Kakasdon ebbe beletartozik a német nemzetiség hagyományainak, szokásainak az ismerete. Számos programot már létrehoztunk, és hagyománya is van, például a székelysváb disznóvágáson való részvételünknek. Januárban az elhult szótakra megemlékezünk minden évben az emlékműnél. Mivel Kakasdon nemzetiségi német oktatás működik az iskolában, ezért kiemelten fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermekek német tanulását és a német identitását nyomon kísérjük. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Egyesület igyekszik Kakasdon a helyi németséget összefogni. Karika Ágnes, a Német Kisebbségi Egyesület elnöke azt is elmondta, hogy mivel már szétválaszthatatlan az itt élők hovatartozása, fontosnak tartják, hogy a településen élő székely lakosságot is bevonják az általuk rendezett eseményekre. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az itteni székely kórussal. Minden meghívásuknak eleget teszünk, illetve őket is hívjuk a rendezvényeinkre. Együtt utazunk Erdélybe, illetve a német testvérkapcsolatunkat is együtt ápoljuk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép példája annak, hogy hogyan tud egy faluban összecsiszolódni két nemzetiség, és az együttélés örömeit hogyan tudjuk megmutatni a falunak. Karika Ágnes azt is elmondta, hogy az Egyesület és a Német Önkormányzat támogatásával már régóta létezik német nemzetiségi kórus Kakasdon. 2004-ben alakult, és a mai napig 14-15 fővel működik. Sok és nívós versenyen mérettették meg magukat, és szívesen tesznek eleget felkéréseknek, mennek énekelni a környező falvakba is. A mostani összejövetelre eljött a Teveli, Kisdorogi és a Hajósi kórus is, de a Szálkai, a Szekszárdi és a Hőgyészi kórussal is jó kapcsolatot ápolnak. Ezen a napon a szórakozásé és a kikapcsolódásé volt a főszerep.